Sziasztok! A mai az egy nyári arcápolási rutin per nyári arcápolási kedvencek videó lesz, vagyis megmutatom nektek, hogy én mostanában milyen termékeket használok a bőröm ápolására. Elég sokan kértétek már ezt a videót, és nagyon régóta ígérem nektek, hogy megcsinálom, úgyhogy vágjunk is bele! A reggeli bőrápolással fogom kezdeni, ugyanis ott jóval kevesebb terméket használok, mint este. A reggeli arcápolási rutinom az azzal kezdődik, hogy jó hideg vízzel megmosom az arcomat. Ez ugye élénkít, frissít, úgyhogy ezt a lépést semmiképpen nem szoktam kihagyni. És ezután pedig a hűtőhöz megyek, ugyanis a hűtőben tartok két terméket, amit reggel szoktam használni. Ez pedig egyrészt a The Body Shop L-vitaminos kis szemkörnyék ápoló stiftje. Ezt a hűtőben tartom, mégpedig azért, mert így sokkal inkább segít abban, hogy csökkentse a szem alatti duzzanatot. Ezt egészen egyszerűen így, ahogy van, a szemem alá felszoktam kenni, picit el szoktam dolgozni az ujjammal, és ez valóban segít abban, hogy csökkenjenek a szem alatti táskák és duzzanatok, és egy picit egyébként ragyogóvá is teszi a szemkörnyéket, mert hogy egy ilyen nagyon enyhe fénye van, úgyhogy ezt nagyon szeretem reggelente használni. Illetve egyből utána fújok az arcomra a The Body Shop L-vitaminos arcpermetből. Egyrészt azért szeretem, mert ez is élénkít és frissít, illetve hidratálja is a bőrt, mivel búzacsillaolaj található benne. Nagyon enyhe rózsás illata van, de ne gondoljatok semmi nagyon intenzív vagy durva illatra, tényleg nagyon visszafogott, és egyébként lehet akár smink fixálásra is használni. Én is szoktam néha, bár én inkább azért szoktam sminkelés végén az arcomra fújni, hogy elvegye a sminknek ezt a porosságát és szép egybeolvadjon minden. A nappali hidratáló krémem is egy The Body Shop termék, és ez is az L-vitaminos termékcsaládból van. Egyébként ebben a videóban sok The Body Shop termék lesz, mert egyszerűen szeretem a márkának az arcápolóit, és egyébként az egyik nagy kedvencem az L-vitaminos termékcsalád, ebből szinte mindegyik terméket próbáltam már, és szeretem őket. Szóval a nappali arcápolóm az a The Body Shop L-vitaminos nappali arckrém, amiben 30-as fényvédő van, ami ugye nagyon-nagyon fontos nyáron, hogy használjunk fényvédőt. Nem elég az sajnos, ami az alapozóban van, ezek a 10-es meg 15-ös fényvédők, ennél sokkal magasabb fényvédelmet kell használnunk. Különben aztán jönnek a szeplők, a májfoltok, a ráncok. Azért szeretem, mert egyrészt ez is hidratál, és ez egy nagyon-nagyon könnyű, ilyen emulziószerű nappali arckrém. Meg is mutatom nektek, hogy egészen folyékony, láthatjátok, ahogy így kezd elfolyni itt a kezemen. Szóval nagyon könnyű, nagyon gyorsan beszívódik, nem kell várni órákat, hogy utána indulhassunk, vagy sminkelhessünk, vagy bármi. Ebben is, mint az L-vitaminos termékcsalád többi tagjában van ugye búzacsíraolaj, így hidratál, ezen kívül vannak benne antioxidánsok is, hialuronsav, szóval minden, amire a bőrnek szüksége lehet, és egyébként nagyon szeretem azt is, hogy pumpás kiszerelése van, szóval ez tényleg egy nagyon jó kis, könnyű nyári hidratáló krém. És akkor térjünk rá az esti arcápolásra, itt már azért jóval több termék lesz. Általában rajtam szinte minden nap van valami smink, ha más nem, akkor egy szembilla spirál, de az általában tényleg szinte mindig van rajtam. Úgyhogy a smink eltávolításával szoktam kezdeni az esti arcápolási rutinomat. Sminkem eltávolítására ezt a két különböző Garnier micellás vizet használom mostanában. Ez ugye a Garnier micellás víz érzékeny bőrre. Ezzel szoktam lemosni a szemsminkemet. Nekem ez tökéletesen bevált, remekül lehozza a szemsminkemet, alapos, nem irritál, nem húzódik utána a szemem, nem is lesz piros, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. És utána pedig ezt a Garnier kétfázisú micellás vizet használom, ezzel az arcomat szoktam áttörölni, ez ugye kétfázisú, tehát össze kell rázni. Ez hagyja egy enyhe olajos érzetet maga után a bőrömön, de igazából én ezt azért nem bánom, mert utána még át szoktam mosni ugye az arcomat vízzel, meg tonikkal is áttörlöm. A smink eltávolítása után megmosom az arcomat vízzel, és ezután jöhet a tonik. Nagyon sokáig használtam, és nagyon szeretem még most is a Garnier Essential Sensitive nyugtató tonikot vitaminnal. Ez ugye nem tartalmaz illatanyagot, alkoholt és színezéket sem, egy nagyon gyengéd tonik, de nagyon frissít, nem hagy maga után semmilyen ragacsos érzés, nem is húzódik utána a bőröm, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Viszont úgy döntöttem néhány héttel ezelőtt, hogy most már szeretnék kipróbálni más márkától is hasonló tonikot, és a The Body Shop Aloe nyugtató tonikra esett a választásom, ami szintén nem tartalmaz illatanyagot, színezéket, tartósítószert, illetve alkoholt sem. Nagyon megszerettem ezt a tonikot is,
tényleg nagyon jól tisztítja a bőrt, frissít, tonizál, nincs utána ragacsos érzés, nem is húzódik utána a bőröm, és tényleg eltávolítja az esetlegesen ott maradt különböző szennyeződéseket, úgyhogy aki esetleg keres hasonló tonikot, annak nagyon tudom ajánlani ezt is. A következő két terméket nem használom napi szinten, de mindenképpen szerettem volna ezekről is beszélni nektek. Az egyik az az IAS Sensitive Skin enzimes bőrradír érzékeny bőrre. Én nem használok klasszikus arcradírt, mivel sajnos viszonylag érzékeny a bőröm, és a legtöbb bőrradír irritálni szokta az arcomat. Szóval, hogyha van bármilyen tippetek olyan bőrradírra, ami hatékonyan radíroz, de mégsem irritálja a bőrt, akkor kérlek írjátok meg kommentben. Ez egy enzimes bőrradír, ami szilikon, ásványolaj és parfümmentes, és ennek is tulajdonképpen ugyanaz a funkciója, mint egy klasszikus bőrradírnak, hiszen eltávolítja az elhalt hámsejteket, így előkészíti a bőrt a további hidratálásra, illetve arcápolásra. Ezt úgy kell használni, hogy az ember felkeni, egy picit belemasszírozza a bőrébe, néhány percig fenn kell hagyni, majd utána letörlöm. Egyébként nagyon hatékony, tehát szeretem ezt is, csak tök jó lenne egy olyan bőrradír találni, amit tudnék én is használni. A másik termék, amit szintén nem használok napi szinten, az a The Body Shop E-vitaminos Aqua Boost Essence Lotion, ami tulajdonképpen egy ilyen plusz hidratálást ad a bőrnek, ezt a tonik után, de még az arckrém, illetve a szérum előtt kell használni, ez előkészíti a bőrt a további arcápolásra, illetve mivel ebben is van, hogy a búza csíra olaj, így ez is hidratál, és nagyon rugalmas, puha lesz utána a bőr. Láthatjátok, hogy ez egy ilyen tejszerű folyadék, amit úgy kell használni, hogy vagy a tenyeretekre cseppet tettek belőle néhány cseppet, vagy pedig egy vattakorongra. Én igazából a tenyerembe szoktam csepegtetni, mert úgy érzem, hogy a vattakorong az elnyel belőle, és úgy többet kell használnom. Én úgy tapasztaltam, hogy nekem 4 csepp kell belőle, és akkor azt így finoman beletapogatom a bőrömbe, és ezután jöhet akkor az arcápolás többi lépése. Eszembe jutott, hogy van még egy termék, amit nem szoktam napi szinten használni, csak akkor, hogyha esetleg kijön egy-egy pattanás. Ez az Essence Pure Skin SOS Spot Killer. Ez egy ilyen pattanáskezelő kis ecsetelő. Fel kell rakni használat előtt, és akkor a pattanásra kell tenni belőle. Én egész éjszaka fent szoktam hagyni, és leszárítja a pattanásokat, csökkenti a gyulladást, szóval nagyon hatékony a pattik kezelésében, illetve mielőbbi eltüntetésében. Természetesen az esti arcápolási rutinhoz hozzátartozik a szemkörnyékápoló is. Most már jó ideje a Clinique Repairwear Anti-Gravity szemkörnyékápoló krémet használom. Azt hiszem, erről már volt szó korábbi videóban, és nagyon szeretem ezt a krémet, mert hogy valamit csinál a szemkörnyékemmel. Nem tüntette el a ráncokat, de valahogy kevésbé markánsak, vagy kevésbé látszódnak, nem tudom. Az is lehet, hogy csak én beszélem be magamnak, de nem hiszem. Én úgy érzem, hogy ez a krém hatékony és tényleg szebb lett tőle a szemkörnyékem. Igazából egy ilyen viszonylag sűrűnek mondható krém, ezt így szépen újjal felviszem a szemkörnyékre. Nem egy olcsó krém, de én úgy veszem észre, hogy hatásos, úgyhogy ez nagy kedvencem lett. A végére hagytam a legnagyobb kedvencemet, amiről már volt szó egy korábbi kedvences videóban. Ez a L'Occitane Peóniás Börtökéletesítő Arckrém, ami egyszerűen tökéletes. Ez a hidratáló krém. Imádom, szeretem, nem akarok enélkül élni. Tényleg annyira jó ez a krém, hogy csak szépet és jót tudok róla mondani. Ezzel a L'Occitane-os Pixiboxban ismerkedtem meg, ott volt belőle egy ilyen picike utazó méretű kiszerelés, és én ott gyakorlatilag azon nyomban szerelmes lettem ebbe a krémbe, és aztán meg is vettem belőle a nagy, teljes kiszerelésű verziót, mert úgy voltam vele, hogy nekem most ez az arckrém, amire szükségem van. Az illata is nagyon kellemes, ilyen nagyon természetes illata van, de tényleg egyáltalán nem túl sok, vagy nem furcsa. Egy viszonylag gazdag krém, és én azt gondoltam, hogy ez nyára sok lesz, de egyáltalán nem így van. Nagyon hamar beszívódik, és hihetetlenül rugalmas, hidratált és puha lesz utána a bőröm, és valahogy úgy összességében szebb lett a bőrképem, amióta ezt a krémet használom. Én úgy vettem észre, hogy tényleg bőrtökéletesítő. Nem tudom, mit tudnék még mondani róla. Imádom, és most biztos, hogy még jó darabig ezt fogom használni. Nagyon remélem, hogy a bőröm sem fog ráunni, mert én egyszerűen nem tudok ráunni. Ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy hasznos volt, és találtatok benne olyan terméket, ami felkeltette az érdeklődéseteket. Kommentben mindenféleképpen írjátok meg, hogyha ti már próbáltátok valamelyiket ezek közül a termékek közül, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a ti véleményetek róla.
Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve nagyon megköszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg eddig. Találkozzunk következő alkalommal is, legyen szép napotok, sziasztok!